A pécsi székhelyű Hauni Hungária gépgyártó Kft-nél készültek ezek a felvételek korábban. A cégnek 1250 munkavállalója van. Az egyedi berendezés és gépgyártás területén nyújtanak szolgáltatásokat. Ők is ott lesznek az iparnapjai szakkiállításon és vásáron ezen a héten 2-től péntekig a budapesti Hung Expo területén. Elsősorban a világszínvonalat képviselő forgácsoló üzemek termékeit szeretnék bemutatni a kiállításon. A portfóliónk az lefedi a CNC esztergáktól kezdve a 3-4-5 tengelyes különböző méretű marógépeknek a spektrumát, és ezekkel olyan alkatrészeket készítünk, olyan tűrésekkel, amelyek méltán kiérdemlik a világnak a elismerését. Önkormányzat, hogy szerintem oda magukkal kezdem, az iparkamara, a Pécsi Egyetemnek a Műszaki és Informatikai Kara, a Harman Professional Kft., a Hauni Hungária Gépgyártó Kft., a Honsa Kft., Kontakt Elektro Kft., a Matro, a Schwanfa és a Strauss Metal ködösen lesznek, akik részt vesznek ezen a programon. Sorolta fel a város polgármestere, kik vesznek részt az ipar napjai kiállításon Pécsről. Az összefogás elengedhetetlen a térség gazdasági fejlődésének érdekében, mondja az iparkamara elnöke. Minden fejlődőképes magyar térségnél a legfontosabb entitások nagyon szorosan együtt dolgoznak, itt önkormányzatok, egyetemek, kamarák, és ez alapozza meg azt a lehetőséget, hogy fejlesztési programokkal jelentkezzenek a kormányzatnál, azok elinduljanak és jelentős forráshoz jussanak. Ezt kicsit késve kezdtük meg Baranyában Pécset, de látható meg vannak az első eredményei. Így a kiállításon való közös részvétel. Ennek célja Pécs műszaki portfóliójának bemutatása az ipari termékektől a szolgáltatásokig, valamint a kutatás-fejlesztés és a helyi innovációs folyamatok megismertetése is az egyetemtől kezdve a gazdasági társaságokig.